Üdvözlök mindenkit a mostani videó témája, hogyan rángat vissza a narcisztikus a bántalmazó dinamikába. Akik voltak már narcisztikus kapcsolatban, azok tudják, hogy az állandó stressz, az állandó bizonytalanság, a kontroll, manipulációs sokassága, az mennyire lemeríti az embert energetikailag is. Ebben lehet valami, mert én olvastam még évekkel ezelőtt egy tanulmányt arról, hogy beültettek normál embereket, Diagnosztizált narcisztikus emberek közé, és ezek a normális, egészséges emberek valami megmagyarázhatatlan feszültséget, belső nyugtalanságot éreztek, de nem tudták megmagyarázni, hogy miért van ez az érzésük. Tehát egyes narcisztikusoknak van tehát egyfajta kisugárzásuk, ezt pedig sokan megérzik, akik erre fogékonyak és feszültek lesznek, szoronganak a narcisztikusok társaságában. Ez lenne az a bizonyos intuíció, tehát hallgatni kellene rá mindig, ha van egy rossz sugallat bennünk, akkor érdemes erre hallgatni. A narcisztikus kapcsolatoknak van egy jellegzetes dinamikája, idealizáció, leértékelés, eldobás, majd. Nagyon gyakori a hoovering, a visszaporszívózás. Nagyon gyakori, hogy sikerül egy narcisztikusnak ez a visszaporszívózás, hoovering, akár évek múltán is, de hogyan sikerül ez nekik, ha egyszer pontosan tudja az áldozat, hogy ez milyen rossz volt, mennyit szenvedett, de mégis képes a narcisztikus valahogyan meggyőzni, hogy visszatérjen. A narcizmus egy spektrumon helyezkedik el, és több olyan narcisztikus van, aki nem tartozik a személyiség zavaros spektrumba, mint aki oda tartozik egy feketőves narcisztikusnál, meghúzódhatnak más mély okok is, akit ez érdekel mélyebben, hogy hogyan néz ez egy feketőves narcisztikusnál, ezt tekintse meg a néhány napja feltöltött videómat a narcisztikus hooveringről, a narcisztikus visszaporszívózásról. Nézzük meg akkor, hogy hogyan is rángat vissza a bántalmazó dinamikába a narcisztikusok többsége. Első pont, amit én ideírtam, tudja, hogy mit szeretnél hallani. Egy narcisztikus a kapcsolat elején, ugye, szerelem bombáz ilyenkor visszatükrözi a partnere vágyait, és tulajdonképpen a narcisztikus partnere az saját magába lesz szerelmes. A tükrözés alatt, ami egy nagyon mély, intim közelség, a narcisztikus partnere az kendőzetlenül kitárulkozik, tehát megosztja a legmélyebb vágyait, titkait, félelmeit, tehát magyarul kulcsot ad a narcisztikusnak. A narcisztikus aztán ezt a kulcsot természetesen használja, bemegy, feltérképezi ezt a partnert, tehát kiismeri. A kapcsolat arra Maradt, már kitapasztalta a narcisztikus, hogy mikor melyik gombokat kell megnyomni, hogy egy bizonyos hatást érjen el, mivel teljesen kiismerte a partnerét. Tehát pontosan ezt alkalmazza, amikor visszarángat ebbe a bántalmazó dinamikába. Tudja, hogy kell rád hatni, mert már kitapasztalta, tudja, hogy mit kell mondani, tudja, hogy mi az, mik azok a szavak, amik nagy hatással vannak rád, és ezeket csak tolja, 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 amíg egyszerűen be nem adod a derekad. A narcizikusok nagyon jól bánnak a szavakkal, tudják, hogy mit kell mondani, hogy vissza tudják rángatni a ex-partnerüket ebbe a bántalmazó dinamikába. Kettes pontunk jön, fűt, fát ígér. Narcisztikusok gyakran alkalmaznak manipulatív taktikákat, hogy visszahúzzák a korábbi partnereiket a bántalmazó dinamikába. Ebben a kontextusban a narcisztikus pedig gyakran használja az ígéreteket és a fogadkozásokat, mint egy eszközt a partner visszacsábítására. Itt lesznek alpontok, amit én felírtam. Megígér mindent. A narcisztikus ígéreteket tesz a partnerének, hogy megváltozik, jobb lesz minden, nem ismétli meg a korábbi hibáit, ezek az ígéretek, hát természetesen gyakran túlzottak és irreálisak, de a narcisztikus partner az viszont reménykedik a változásban, és sok esetben hajlamos hinni neki. Következő alpontunk nagyon gyakori fogatkozik, hogy orvoshoz fordulna. Azért, hogy azt állítja, hogy belátott mindent, kész orvoshoz fordulni, terápiára menni, hogy kezeltesse magát, ezen pedig azt sugalja, hogy komolyan veszi a, a problémát, és hajlandó változtatni ezen belátja a hibáit, ez is nagyon gyakori, elismeri a hibáit, tehát mutat egyfajta bűntudatot, ezzel azt próbálja elérni, hogy a partner azt érezze, hogy a narcisztikus valóban megértette most, hogy mit tett rosszul, és akkor most majd ő már kész akkor változtatni rajta. Nagyon gyakori szintén sokat tanult belőle, tehát narcisztikus azt állítja, hogy a múltbeli eseményekből azokból tanult, nem fogja megismételni ezeket, ezzel pedig azt sugalja, hogy fejlődött a korábbi tapasztalatokból a partner visszahódítása. Miután a narcisztikus meggyőzte a partnert az ígéreteivel, a fogadkozásaival, a partnere úgy érzi, hogy érdemes még egy esélyt adni a kapcsolatnak, de viszont ne feled, hogy ez a bántalmazott dinamika, ez újra kezdődik. Azonban, ahogy a narcisztikus, mivel úgy érzi, hogy a partnere most ismét egy ilyen idézőjeles biztonságban van, tehát ott van a karmai között ismét, és a kapcsolat újra stabil, hát akkor a bántalmazó viselkedés az újra kezdődik, a narcisztikus visszatér a korábbi manipulatív és bántalmazó viselkedéséhez, mivel az alapvető narcisztikus mintázatok azok nem változnak meg. Ez a ciklus pedig gyakran ismétlődik, mivel a narcisztikus személyeknek eh, hát nehézséget okoz az önismeret, a önbírálat és a valódi változás. A partnere gyakran érzi magát csalódottnak, zavartnak, elárulva, amikor rájön, hogy a narcisztikus ígéretei hát azok eh, nem voltak őszinték. Az, az ilyen ciklikus viselkedés felismerése és a kapcsolat elhagyása a legjobb módja annak, hogy megvédjük magunkat a további bántalmazástól. Hármas főpontunk következik, hamis ígéretek a jövőre nézve, a jövőre, jövőbeni hamis ígéretek az egy olyan manipulatív technikára utal, amelyet a narcisztikusok szintén gyakran alkalmaznak, hogy visszaszívják a korábbi ex-partnereiket. Ebben a kontextusban a narcisztikus ígéreteket tesz a jövőre vonatkozóan, hogy megnyugtassa, meggyőzze a Partnerét, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki. Tehát a a ígéretei, azok itt is változatosak lehetnek, ezek közé tartoznak. Ígéretek a, a, a viselkedésük megváltoztatására, terápiába, járásra, de leginkább most itt azon lesz a hangsúly, hogy itt a közös jövőbeli tervekre, mint például a házasság, gyerekek, közös utazások, vagy éppen a kapcsolat minőségének javítására fogadkozik. De itt leginkább, mint ahogy már elmondtam, tehát itt a közös jövőkép álomszerű lefestésén van a hangsúly náluk, tehát lefestenek egy nagyon szép, idilli, álomszerű jövőképet, ahol minden szép, minden jó, család, jó, jó életkörülmények, dolgozni fog rendesen, lesznek gyerekek, szép ház, minden szép lesz, és jó lesz, már csak egy valaki hiányzik ebből az egészből, hogy meg tudja valósítani, ez pedig természetesen te vagy. Bár a narcisztikus ígéretei azok uh, ilyenkor meggyőzőek, és őszintének tűnnek, hát... Uh, nagyon gyakran, szerintem az esetek 99%-ában nincs mögöttük valódi szándék vagy éppen képesség a változásra. A narcisztikusok nem igazán látják be a saját viselkedésük problémáit, és nincs motivációjuk vagy éppen képességük a változásra. A valós, a valós cél csak a partner visszacsábítása ebbe a bántalmazó dinamikába. Amikor a partner aztán hajlandó hinni a narcisztikus ígéreteiben, akkor visszamegy, revél, remélve, hogy ugye lefelestett most itt egy nagyon szép jövőt is, hogy akkor ez a jövő az most valóban jobb lesz, ez azonban csapdába ajti, egy ismétlődő ciklusban, ahol a újra és újra ígéreteket tesz, de soha nem tartja be azokat, nincs mögötte semmi, csak is kizárólag üres szavak, a legtöbb esetben a legjobb módja annak, hogy megszakítsuk ezt a, cikl a ciklust, ha felismerjük ezt a narcisztikus viselkedést, és az ígéretek mögötti ürességet, ez sok esetben hát segítséget, támogatást igényel, például terápiát, tanácsadást egy szakembertől, hogy az áldozat az képes legyen elhagyni ezt a rendkívül mérgező kapcsolatot és a dinamikát. Utolsó főpont, amit még én felírtam, és ez a négy szerintem a leginkább jellemzőbb, a negyedik pedig az áldozati szerep, gyakran játszanak áldozati szerepet, mint ez egy manipulatív eszköz, hogy visszahódítsák, vagy éppen kontroll alatt tartsák a korábbi ex-partnereket. Az áldozati szerepnek a felvétele az lehetővé teszi számukra, hogy kikerüljék a felelősséget, manipulálják mások érzelmeit, irányítsák a narratívát egy olyan formában, ahogy az már nekik igazán kedvező. Itt lesznek alapontok, érzelmi manipuláció, az áldozati szerep felvétele lehetővé teszi a narcizikus számára, hogy érzelmi választ váltson ki a partneréből, partnere gyakran érez együttérzést, sajnálatot, bűntudatot, ami arra azt tűnzi, hogy támogassa és adjon még egy esélyt a narcisztikusnak. Az áldozati szerepben a narcisztikus itt is elkerülje a felelősséget a saját viselkedéséért. Ha ő az áldozat, akkor ő úgy gondolja, hogy hát akkor ő nem tehető felelőssé saját hibáiért vagy a rossz döntéseiért. Ez az áldozati szerep ez paradox módon lehetővé teszi a narcisztikus számára, hogy hatalmat és kontroll gyakoroljon a partner felett, miközben ő eljátsza a hattyú halálát. A partnere úgy érzi, hogy óvatosnak kell lennie, hogy ne sértse meg, ne triggerelje semmivel a narcisztikus, ez pedig korlátozza a partnere képességét, hogy kifejezze a saját érzéseit, vagy éppen, hogy határokat állítson fel a narcisztikussal szemben. A következő alpont a partner bűntudatának manipulálása. A narcisztikus gyakran használja az áldozati szerepet, hogy bűntudatot ébreszen a partnerében. A partnere a narcisztikusnak úgy érzi, hogy ő a rossz, vagy éppen már ő a bántalmazó. Egy narcisztikus és egy borderline is kiválóan képes eljátszani ezt az áldozati szerepet, és elhitetni a másik féllel, hogy valójában itt ő a gonosz. A következő alapontunk a kapcsolatban maradás indoklása. Az áldozati szerepnek a felvétele a szintén lehetővé teszi a narciszikus számára, hogy indokolja, miért kell a partnerének ebben a kapcsolatban maradnia ha ő az áldozat, akkor a partnernek kötelessége segítenie, tehát nem lehet olyan szívtelen, hogy csak úgy ott hagyja, ez egy nagyon gonosz dolog, mondja ezt az áldozati szerepben tetszelgő, rejtett narcisztikus nagyon gyakran. Utolsó alpontunk a támogatás és figyelem keresése. Az áldozati szerepben a narcisztikus ö, gyakran támogatást és figyelmet kap másoktól, beleértve a partnert, beleértve a családot, beleértve a közeli barátokat. Ez táplálja a narcisztikus forrást, a, a, ugyanis itt figyelmet kap, hiszen ha áldozat, akkor ez sokan beveszik így a közvetlen környezetéből is, és ezzel ö, egy, egyenlő neki, hogy ö, sok figyelmet kap másoktól. Tehát innen, mindenhonnan jön neki a figyelem, ez pedig egy narcisztikusnak tökéletes. A leghatékonyabb módja annak, hogy elkerüljük ezt a visszahúzást, a narcisztikus hoveringet, egyértelműen az, hogy a kommunikációs csatornákat leblokkoljuk, tehát itt a telefonhívásokat, az üzeneteket, az e-maileket, közösségi médiát, tehát mindent blokkolunk. A no kontaktnál jelenleg nincs hasznosabb egy narcisztikussal szemben teljes mértékben meg kell szakítani a kapcsolatot az áldozatoknak, a narcisztikus személyekkel, hogy minimalizálják az esélyét annak, hogy újra manipulálják őket, és a narcisztikus visszahúzza a bántalmazó dinamikába. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, hasznosak találtad, nyomj egy lájkot, csatornára pedig sok videó feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézzét!